Október 12-én kezdetét vette a Vigyázó Sándor Művelődési Központ által életre hívott Bóbita bérletes színházi előadás sorozat őszi szezonja. A szervezők az óvodás és kisiskolás korosztály számára korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is 3 előadással készülnek. A teltházas nyitónapon a gyermekek az Aranyszamár Bábszínház által színpadra vitt Kishablány című bábelőadást tekinthették meg. A program keretében novemberben az Esti mese, decemberben pedig a Petszon és Findus című darabok kerülnek színre. Október 12-én a 17. kerület több óvodájából érkeztek csoportok a Vigyázó Sándor Művelődési Központba, ugyanis ismét elindult az intézmény által szervezett Bóbita bérletes színházi előadássorozat, méghozzá teltházzal. A Rákosmenti Aprófalva óvodából 3 csoport is megnézte az aznapi mesejátékot. A gyerekeknek mindenképp nagyon sok élmény, színesítjük a mindennapjaikat, nagyon szeretik a drámajátékokat, a meséket, és azt gondolom, hogy ezzel is fejlődnek, fejlesztik a kis világukat. Van az ég, van a föld, van a víz, ide vonz, oda kül, az a víz. Ez alkalommal Rákosmentére az Aranyszamár Bábszínház művészei látogattak el, akik a Kishablány című előadásukat hozták el a gyerekeknek. A vízi világot is bemutató mesét a társulat tagjai, Baranyi Anita, Erdei Gergő és Érsek Csanádi Gyöngyi adták elő különböző bábok segítségével. A Vigyázó Sándor Művelődési Központ évek óta szervez hasonló programokat, amelyeknek a 4 évestől a kisiskolás korosztályig terjed a célközönsége. A szervezők az érdeklődőket ebben a szezonban is 3 előadással várják majd. A második alkalommal a Bóbita bábszínház hozza el az Esti mese című darabot, és a harmadik alkalommal, ami már decemberben lesz, a Mesebolt bábszínházat látjuk vendégül, és ők a Petszon és Finduszt fogják játszani. Bagdi Orsolya továbbá hozzátette, a tapasztalataik alapján mind az egyéni, mind pedig a csoportos résztvevők esetében egyaránt nagy népszerűségnek örvend a program. Az egyéniek rendre visszatérnek, nagyon megkedvelték, sőt már úgy igazítják a szülők, hogy 14-30-kor el tudjanak jönni a gyerekekkel, és az óvodások, iskolások is nagyon szeretik, a 2 délelőtti időponton teltházunk lesz. A nyitó előadáson 7 intézményből több mint 300-an vettek részt. A Bóbita bérletes színházi sorozat őszi évada november 9-én folytatódik, az Esti mese című előadással a Vigyázó Sándor Művelődési Központban.